Sok szeretettel köszöntjük a Régió Plus televízió nézőit. Önök a Porta 46. adását látják. Mai témáink. A Lámpás 92 alapítvány működése és tevékenysége. A Margita Turisztikai Egyesület idei programjai. Valamint Karácsondi Mihály atya meghívója a Hévíz-Györki katolikus családi napra. Tartsanak velünk! Kedves nézőink közül talán már vannak olyanok, akik hallották a Lámpás 92 alapítvány nevét, de talán nem mindannyian tudják azt, hogy ez a közhasznú alapítvány egy teljes országos működést tudhat a magáénak. Ennek a témának kapcsán láttuk most vendégül stúdiónkban az alapítvány képviselőjét, Varga Zoltánt, szeretettel köszöntöm, illetve a Valkói lakóotthon vezetőjét, Frankel Erikát. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Első kérdésem az lenne, hogy milyen múltra tekint vissza a Lámpás 92 alapítvány, egyáltalán milyen céllal fogalmazódott meg a gondolat, hogy létrehozzák ezt az alapítványt? Köszönjük egyrészt a lehetőséget, hogy itt lehetünk Önöknél. Alapítványunk idén 20 éves, ez elég nagy dolog egy civil szervezet életében. 92-ben úgy alakultunk, hogy elsősorban értelmi fogyatékos fiataloknak hozunk létre egyedi lakhatás, illetve foglalkoztatási programokat. Ez a 20 év során hát elég nagyra nőttük ki magunkat, és a egyedi lakhatás és foglalkoztatási programok mellett létrehoztunk családok átmeneti otthonát, utógondozó otthont, illetve támogató szolgálatokat is. Most jelenleg összesen 13 lakóotthonban, illetve intézményben közel 130 embert látunk el teljes körben, és körülbelül 200 embernek biztosítunk egyéb szociális ellátásokat. Nagyon fontos azonban azt gondolom, hogy kiemeljük azt a dolgot. Itt ugye egyrészt tehát értelmi fogyatékos emberekre koncentrálunk, azonban nem csak az egészségügyi kritériumokat fogjuk itt előtérbe helyezni ennél az alapítványnál, hanem a foglalkoztatás és az egyéb ehhez kapcsolódó lehetőségek megteremtése is zajlik az alapítványnál. Milyen módon valósul ez meg? Így van, nagyon fontosnak találtuk annak idején, hogy ne csak úgymond egy családias környezetet tudjunk teremteni nagy intézményekben, addig nagy intézményekben élő fogyatékosoknak, hanem teljes értékű életet próbáljunk biztosítani nekik, és ezért létrehoztunk olyan kézműves, hagyományozó kis foglalkoztatási egységeket, ahol ők minden nap munkaszerződéssel tudnak dolgozni. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk mai napig. Milyen anyagoknak a bevonásával dolgoznak ezekben a műhelyekben, ezekben a közösségekben az alakok? 10 évvel ezelőtt kimondottan arra kerestük a lehetőséget, hogy csak természetes anyagokkal foglalkozzunk. Két fő csapásvonalunk van a kézműveskedésben, az egyik a gyékenyfonás, Erdélyből jött mesterek tanították be nekünk, és magyar képzőművészek, illetve iparművészekkel fejlesztettük tovább. A másik pedig közel 5 éve a gyapjú szövés, szintén palóc, illetve parasztszövő székeken, abszolút autentikus módon végzik ezt a fiataljaink. Nagyon szép sikereket érünk el, mint hazai, mint nemzetközi kiállításokon, aminek folyamatos résztvevői is vagyunk. Ugyanolyan fontosnak tartjuk a foglalkoztatás mellett az értékesítést. Tehát nem csak termelünk valamit, ami aztán majd valahova kerül, hanem úgy próbáltuk kialakítani a készáruinkat, hogy ez teljesen piacképes legyen, és ne azért vásárolják meg tőlünk, illetve a fogyatékkal élő kismestereinktől, mert ők csinálták, hanem azért, mert tetszik a vásárlónak, amit készít, úgyhogy itt a térségben, de Magyarországon, illetve nemzetközi megjelenésünk is számos van, és nagyon, nagyon nagy szeretettel fogadjuk ezeket a felkéréseket. Gondolok itt falunapokra, nagyobb rendezvényekre. Emellett még tudjuk azt is biztosítani, hogy fiataljaink kézműves bemutatókat tartanak, illetve foglalkoztatásokat, illetve foglalkozásokat. Ez nagyon, nagyon jó szokott még így alakulni. Ezen kívül, ha jól tudom, akkor a brüsszeli Európai Parlamentben is volt egy kiállítás, ahol önök is képviseltették magukat, ami egy igen kiemelkedő eseménynek mondható. Így van, a másik nagy büszkeségünk a létünk mellett egyrészt egy kortárs képzőművészeti programunk, ahol magyar, illetve most már lassan európai festő, illetve képzőművészek dolgoznak együtt a mi fogyatékkal élő fiataljainkkal. Hát ez is 8 éves múltra tekint vissza, alkotótáborokban dolgoznak, kiállítássorozatokat szervezünk és bonyolítunk le, illetve tavaly sikerült eljutni a Brüsszelbe, az Európa Parlamentbe, nem csak az alkotásaiknak, hanem a fiataloknak is, tehát ők mutathatták be.
Milyen érzés volt nekik? Hogy érezték magukat? Milyen volt a visszajelzés erről az alkalomról? Szerintem fantasztikus érzés lehetett ez nekik, de én most átadnám ez ügyben a szót a munkatársamnak, ő az értelmi fogyatékos lakótonynak a vezetője, sokkal szorosabb kapcsolatban van ilyenkor velük. Rendben van, akkor önnek tenném fel azt a kérdést, hogy milyen volt ez az érzés azért ugye kijutni egy ilyen közösségbe, egy ilyen családias hangulatba, ezekkel a képzőművészeti termékekkel, ezekkel a lehetőségekkel, nem egy mindennapi dolog. Hogyan élik ők ezt meg a mindennapokban, amikor ilyen nagy felkérést kapnak? Hát nagy élmény volt számukra, már eleve a készülődés, hogy külföldre mehetnek, ez nagyon ritkán fordul elő, és hogy egy ilyen fontos eseményen vehetnek részt. Ez nagyon fontos volt számukra, és nagyon jól érezték magukat, és utána is még hónapokig erről mesélnek. Úgyhogy, de ez így a közös programokra egyébként is jellemző, hogy nagyon-nagyon tudnak lelkesedni, és nagyon nagy örömöt okoz ez nekik, és utána boldogan és sokáig mesélnek ezekről az élményekről. Milyen létszámról beszélhetünk ezekben a lakóotthonokban, illetve milyen korosztály az, aki itt megjelenik és él önökkel? Hát a lakóotthon lényege, ugye a kis létszám, az minimum 8 fő, maximum 12, tehát ezek családias otthonok. Ami itt a térségben található, az Valkon, két lakóotthonunk. Az egyik egy ápoló-gondozó típusú, ahol a súlyosabban sérült lakóink élnek, jelenleg 9 fő, és van egy rehabilitációs típusú lakóotthonunk, egy utcában található egyébként mind a kettő, ott pedig 8 fő él, ők mindannyian dolgoznak a lámpás műhelyben, és hát szorosan együttműködik a két lakóotthon. 2000 óta vagyunk a faluban, egy házat kerestünk, egy budapesti lakás helyett, és elnökasszonnyal így találtunk egy hirdetést, eljöttünk és beleszerettünk így a faluba, és egy olyan házat találtunk, ami így nagyon alkalmasnak nézett ki erre a feladatra, és ők nagyon jól is érzik itt magukat. És ha jól tudom, akkor jelenleg is van egy olyan ingatlan, méghozzá Zsámbokon, ami tervbe van véve, hogy majd önökhöz tartozik, vagy fog tartozni. Igen, igen. Pályázati pénzből tudtunk venni egy családi házat, ahol 12 értelmi sérültet tudnánk elhelyezni, csak szükség lenne átalakítási munkálatokra, és akkor ennyi embert itt tudnánk gondozni, csak hát ez jelenleg pénzkérdés, hogy tudunk olyan forrásokat teremteni, amiből át tudjuk alakítani az ingatlant. Tehát ebben nagy segítség támogatókra mindenképpen szükség támogatnának lenne. Támogatnának bennünket, igen. Azt gondolom, hogy majd a képernyőnkön meg is jelenik az alapítvány elérhetősége, és hogyha a kedves nézőink úgy gondolják, hogy szeretnének segítséget nyújtani ebben a dologban, akkor ők mindenképpen minden további nélkül megtehetik ezt. Térjünk vissza egy kicsit a lakókra. Hogyan néz ki az ottani lakóknak egy hétköznapja? Felkelnek, és képzőművészeti alkotást készítenek, elmennek a lámpás műhelybe dolgozni. Hogyan zajlik mindez? Hát nagyon röviden, úgy, ahogy a mi életünk körülbelül hasonlóan zajlik, valóban fölkelnek, elmennek munkába, délután hazamennek, van szabadidős tevékenységük, amit van, aki önállóan szervez, van, aki pedig ugye az intézményben dolgozó segítők közreműködésével, és vannak barátaik, vannak szerelmeik, szeretnek kirándulni, sportolni. Hát a valkóiak a minden szerdán mi a önkormányzat jóvoltából a tornaterembe le tudunk menni, és ott focizunk és sportolunk a fiatalokkal, ami nagyon fontos számukra. Akkor nyári táborra, hát már január óta nyári táborra készülnek, mert minden évben több tábort szervezünk. Hol szoktak zajlani ezek a táborok? Hát elsősorban Magyarországon, Balatonra szoktunk járni, akkor van ez az alkotótábor, ahova tudnak néhányan menni, ez Gödön volt az elmúlt év folyamán. Tehát itt a megyébe is, ugye, Kemencére. Akkor most Pécs mellé fogunk menni. Tehát elég változatos helyszínek. Keresünk új helyszíneket is, meg hát olyat, ami megfizethető mindenki számára.
de nagyon készülnek rá, és nagyon várják, és ez is olyan, ami nagy élményt ad, és utána sokat beszélnek róla. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog azt kiemelni, hogy itt ugye egyrészt működik lakóotthon, másrészt működik egy olyan szolgálat, ami nem lakóotthonszerűen, hanem mindenkinek a saját környezetén belül egy ilyen segítő szolgálat az értelmi fogyatékosok részére. Illetve a foglalkoztatás kapcsán megjelenik a képzőművészet, megjelenik a maga a lámpás műhely, mint munkaadó intézmény, de ugye itt a foglalkoztatás kapcsán nem csak azokhoz az egyénekhez kötődik ez a dolog, akik jelenleg a lakóotthonban vannak, hanem magasabb szinteken is, tehát több szervvel működnek együtt. Miért fontos ez a mai világban Magyarországon? Egyrészt a térségben elég jelentős, nem csak itt környékünkön, de máshol is a megváltozott munkaképességű munkanélküliek száma. Erre folyamatosan kerestük a megoldást, nagyon sok megkeresés jött hozzánk is, mivel látták, hogy tudunk munkahelyeket biztosítani ezeknek a fogyatékkal élő fiataljainknak. Megtaláltuk azt a lehetőséget 3-4 évvel ezelőtt, ami tudja esetleg motiválni azokat a nagy foglalkoztatókat, akiknél létrejöhet egy úgymond támogatott foglalkoztatás. Konkrétan a rehabilitációs hozzájárulás adónemmel tudunk mi itt együtt dolgozni, illetve dolgozunk is együtt több önkormányzattal, illetve piaci szereplővel. Ugye 25 fő foglalkoztató után kell egy megváltozott munkaképességű és vagy fogyatékkal élőt foglalkoztatni. Ha ezt a munkáltató nem teszi, akkor közel 1 millió forintos hozzájárulást kell az államnak fizetnie. Mi kidolgoztunk programterveket, és azóta is csináljuk, és újakat hozzunk létre. Egy-egy foglalkoztatás a befizetési kötelezettség adó alatt marad, és amellett, hogy szociális profitot termel, hasznos munkaerőt tudunk kölcsönözni, amellett valóban érdemes és érdekes munkát végezhet egy ilyen fogyatékkal élő fiatal. Megszínesítheti az adott cég életét. Pontosan. Ez nagyon fontos, hogy ott az érzékenyítést is tudjuk vállalni. Általában nincsenek felkészülve arra a foglalkoztatók, hogy egy értelmi fogyatékossal vagy mozgássérülttel együtt dolgozzanak. Nem akadálymentes. És talán fordítva sem. Erre mi azért a fiataljainkat nagyon sok jó pályázattal fel tudtuk készíteni. Általában tudjuk érzékenyíteni a munkáltatókat, és a kettőt megpróbáljuk úgy összehozni, hogy az hosszú távon jól prosperáljon. Tehát akkor nem csak magánemberként lehet önöket felkeresni, hanem munkaadóként is meg lehet önöket találni. Szóba került a 20 éves születésnapja az alapítványnak. Van-e valami jövőbeni terv az idei évre azzal kapcsolatban, hogy ezt a 20. születésnapot egy kicsit megünneplik majd? Hát én és a kolléganőm is nagyon régóta dolgozunk az alapítványnál. Egyrészt visszanézve is rettentő sok jó pályázatot tudhatunk magunk mögé, elég jó rutint szereztünk ebbe. Nagyon sok olyan fejlesztő programot tudtunk csinálni a fiataljainknak, amiből nagyon sok pozitív eredmény származik. Hát célunk a minőségnek a folyamatos tartása, ez egyre nehezebb, ugye? Időszakos, úgyhogy itt mondanunk kell az 1%-os felajánlásokat, sajnos még mindig nagyon sokan nem szokták komolyan venni, de a mi szervezetünk életében nagyon sokat szokott számítani ez. Úgyhogy ezúton is megköszönjük, hogyha bárki felajánlja nekünk ezt a számára nem használható, úgymond, összeget. Folyamatosan tervezünk újabb és újabb fejlesztő, illetve új programokat, képzéseket, és ezzel is színesebbé téve, illetve jobbá téve a mi fiataljaink életét. Lesz esetleg egy kiemelt születésnapi program? Igen, tervezünk egy nagy programot, valószínűleg Budapesten vagy Vácon, ahol sokan elférünk, úgyhogy ehhez is keresünk egy nagy termet, hogy össze tudjunk jönni, mert itt azért elég, ahogy elhangzott, majdnem 130 ellátott van, és még körülbelül 50 munkatárs, és ugye még vendégeket is szeretnénk elhívni. Úgyhogy egy egész napos ünnepi programot szervezünk erre az alkalomra. Remélem, hogy minél több támogató jelentkezik majd, és minél jobb hangulatban fog eltelni ez az alkalom. És én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és megtiszteltek minket azzal, hogy bemutatták nekünk az alapítványt. Kedves nézőinket pedig arra buzdítom, hogy bármilyen formában, ha tudnak, akkor támogassák a Lámpás 92 alapítványt, és ha megtehetik, akkor esetleg látogassák meg azokat az embereket, akik ezeket a csodálatos termékeket készítik a hétköznapokban. Köszönjük szépen a lehetőséget. Én is köszönöm. Köszönjük. Viszont.
Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Hardi László urat, a Gödöllői Margita 344,2 turisztikai sportegyesület képviselőjét. Üdvözlöm, László! Jó napot! Honnan ez a hosszú név, hogy Margita 344,2 turisztikai sportegyesület? A névadónk a szadai település szélén álló geodéziai magassági pont. Ezt a nevet vettük föl 1996-ban, amikor több korábbi egyesület összeolvadt. És ezt találtuk célszerűnek. Milyen céllal jött létre az egyesület annak idején? Az egyesület a mozgás népszerűsítése céljából jött létre, hogy a Gödöllő város és térségének lakossága minél több szervezett rendezvényen részt tudjon venni. Mik ezek a rendezvények? Évente, most már 15 év távlatából három gyalogos és három kerékpáros rendezvényünk van, illetve évről évre bővülő egyéb rendezvények, például a szabadságnapi vegyes túra, amin mindenféle járművel, gyalogosan, kerékpárral, rollerrel, bármivel részt lehet venni. Ezek a túrák évről évre vagy változnak. Mekkora részvétel ezeken a túrákon? A kerékpáros rendezvényeken 250-300 fő szokott eljönni, gyalogos rendezvényeken időjárástól függően 4 és 800 fő között. És hány tagot számlál az egyesület? Jelenleg 60-an vagyunk, de folyamatosan bővülünk, mivel a túráink szervezése kapcsán nagyon többeknek megtetszenek a rendezvényeink, és nem csak résztvevőként szeretnének, hanem aktív tagként szeretnének a rendezésben is részt venni. Illetve az évente két-háromszor megrendezett buszos kirándulásokon és egyéb egyesületen belül lévő egyéb rendezvényekre is el szeretnének jönni, mint aktív tagok. És kik jelentkezhetnek? Bárki jelentkezhet. A jelentkezés úgy történhet, hogy minden hónap első kedjén Gödöllőváros polgármesteri hivatalának valamelyik termében, éppen amelyik szabad, klubgyűlésünk van, amelyeken az előző hónap történéseit megbeszéljük, az éppen adott hónap rendezvényeit, illetve hogyha egy nagyobb rendezvényre, például május 13-án a következő kerékpárosra készülünk, akkor a rendező stáb ekkor beszéli meg, hogy kinek mi a feladata, és mit kellene még csinálni. Akkor beszéljünk egy kicsit a következő nagy rendezvényről, a kerékpáros túráról. Mit kell erről tudnunk? A következő kerékpáros túránk május 13-án indul, továbbra is az Erkel Ferenc általános iskolából. Ez évben minden túránk az Erkel Ferenc általános iskolából fog indulni. Ezért fontos. Öt résztáv lesz. Az első a K20-as városi táv, ami már április 8-án jól sikerült. Lesz egy 25, egy 50, egy 80 és egy 100 kilométeres. És merre halad a verseny? A 25 kilométeres Gödöllőről Erdőkertesig és vissza, az 50 kilométeres egész Vácrátót vasút, Vácharttyán, Váckisújfalu, Galgamácsa és vissza Veresegyháznak, a 80 kilométeres Vácdukától Rátpent Csővár Acsa, Acsán visszafordulnak megint csak Galgamácsának, és a 100 kilométeresek még egy 20 kilométeres kört futnak, Erdőkürt, Kálló, Verseg, Karttal, Asszód, Iklad, Galgamácsa kört.
És mi kell ahhoz, hogyha valaki jelentkezni szeretne erre a túrára? Előnevezés nincsen. A hosszabb távok reggel 8 és 9 óra között Zerkel Ferenc általános iskolából indulnak. Jelentkezik, befizeti a részvételi díjat, kap egy itinert a megfelelő úthoz, és a 9 órakor egy tömegrajttal elindul, tehát 8 órakor, és 8 órától pedig folyamatos indulás van. Aki a rövidebb távokra szeretne indulni, az 9 és 10 óra között van. Ez azért választottuk szét a hosszabb és a rövidebb távokat, hogy a családosok ne kelljen korán kelniük. Én sem szeretek sok hétvégén korán kelni, tehát a családok, amíg leérnek a rajt helyére, próbálunk családoknak kedvezni ezzel a késleltetett időponttal. És ugye ez egy túra, vagyis hát majdnem, hogy verseny. De nem, ez nem verseny, ez teljesítménytúra. Tehát szintidő van, amit nem, ez, tehát azért nem verseny, mert a szintidőn belül teljesíteni kell, vagy meg kell próbálni teljesíteni. A 14 év alatt és a 40 év felettiek még egy óra szintidő kedvezményt kérhetnek, ha szükség van rá, de a tapasztalatok azt mondják, hogy jól sikerült a szintidőket megválasztani, és például a 100 kilométeren, ami gyakorlatilag 103 kilométer, az meghirdetett 8 óra helyett valaki 4-4 és fél óra alatt visszaér. Szóval... Tehát aki elindul a 100 kilométeren, az bőven visszaér szintidőn belül. De gondolom, ez felkészültséget is igényel. Igen, igen. Tehát, hogy olyan bátran nem szabad neki menni egy 100 kilométeres. Nem. Aki mindenki a felkészültségéhez mérten választhat távokat. Ez az elmúlt évek hozománya, hogy egyre több résztávot szervezünk, mert a visszaérkező biciklisták jelzik, hogy kellene több táv, vagy hosszabb táv kell, és erre mi reagálunk, és ez évtől tavasszal, áprilisban 3 táv résztávunk van, májusban 5, és szeptemberben megint 3 résztávunk lesz, tehát a tavalyihoz képest áprilisban és szeptemberben egy-egy résztávot még hozzá tettünk, mert igény volt rá. És akkor ez egy sorozat, vagy egy kupasorozat? Igen, ez egy kupasorozat. 3 vagy 4 éve már fut a Margita kupasorozat, ami egyre népszerűbb. Évről évre 5-10 kupával többet adunk át a novemberi utolsó klubgyűlésünkön. A kupasorozathoz az kell, hogy az első 3 rendezvényünkön aki ezen a kupasorozaton részt szeretne venni, egy igazoló füzetet vásárol, amiben mi belepecsételjük az adott túra teljesítését. A minimálisan 4 rendezvényünkön kell részt venni, bármilyen távon. Tehát nem számít, hogy most csak 20 kilométert, vagy csak 6 kilométert gyalogol, tehát 4 teljesített pecsétjének kell lenni, és ezért kap egy kis kupát. Aki az 5 rendezvényen vesz részt, az kap egy nagyobbat, és aki mindegyiken, az egy még nagyobb kupát kap. Ez ösztönzőleg hat a gyakorlat szerint az indulókra. És hol lehet jelentkezni a kupasorozatra, vagy a közeljövőben megrendezésre kerülő kerékpáros túrára? A kupasorozatra folyamatosan az első 3 rendezvényünkön lehet jelentkezni. A rendezvényeink az Erkel Ferenc általános iskolából indulnak. Dátumokat? Nyugodtan. A dátumok. Február 11-én volt egy téli Margita
rendezvényünk, ami 6, 12, 20 és 40 kilométer volt, illetve terepfutó országos bajnokság volt. Április 8-án volt a K20 35 és 60 kilométeres kerékpáros rendezvényünk, május 13-án lesz a 20, 25, 50, 80, 100 kilométer, június 9-én lesz egy éjszakai gyalogos túra, itt is 6, 12, 20 és 30 kilométer van, majd szeptember 9-én lesz egy 20, 50 és 80 kilométeres kerékpártúra, illetve a záró rendezvény október 13, megint gyalogos túra 6, 12, 20, 35 és 60 kilométer. Az Egyesület jellegéből adódóan ugye tömegsport köré szerveződik, de vannak olyan tagok, akik versenyszerűen sportolnak? Igen, nem kevés tagunk van, akik maratonfutásokon, félmaratonfutásokon, illetve triatlon, illetve duatlon versenyeken rendszeresen részt vesznek, illetve külföldi kerékpáros és maratonfutásokon is részt veszünk. Versenyszerűen? Versenyszerűen. És milyen eredményeik vannak eddig? Senior kategóriában első, második, harmadik helyek. És az Egyesület esetleg más rendezvényeken is megmutatja magát, vagy részt vesz, mint szervező? Igen. Mint társrendezőként gyalogos, belföldi gyalogtúra mozgalmak, ha felkérnek minket, akkor mi is társrendezőként becsatlakozunk, illetve a Gödöllő polgármesteri hivatal által szervezett Gödöllő legyen kerékpár barát város. Ennek a mozgalomnak a keretében részt veszünk a hivatal által szervezett rendezvények segítésében. És ha még mindig van energiánk, akkor buszos kirándulásokra járunk belföldön, külföldön, barlangászunk, kajakkentúrákon veszünk részt, folyókon, állóvizeken, például a Tiszatavon. És külföldön milyen kirándulásokra mennek külföldre? Külföldi buszos kirándulásokat szoktunk szervezni, ami egybe van kötve gyalog túrákkal, vagy esetleg valahol helyben kerékpározással is. Volt egy érdekes eset, sínbicikliztünk Ausztriában. Ez egy leállított vasútvonalon, egy speciális négykerekű szerkezeten két kerékpár által hajtott furcsa szerkezeten lehetett biciklizni. És az érdeklődők hol tudnak erről információt kapni, esetleg internetes elérése van? Igen, van a egyesületünknek internetes elérhetősége a www.margita344-2.hu. És akkor itt részletesen követni itt részletesen, lehet az eseményeket. Igen, térképektől fényképek és egyéb anyagok, blog oldal, és minden olyan információ, ami esetleg nyomtatásban már megjelent, de megváltozott, próbáljuk a minél rövidebb idő alatt a friss információkat felrakni erre az internetes oldalra. László, köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk és bemutatta nekünk egy kicsit a Margita Turisztikai Sport Egyesületet Gödöllőről, és egy kis ízelítőt kaphattunk az Egyesületről, és kis csábítót a jövendőbeli programokhoz, és ahhoz, hogy a kedves nézők részt vegyenek ezeken a sporteseményeken, akár kerékpárosként, akár gyalogosként. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! A Hévíz Györki egyházközségi családi napról kérdezzük Karácsonydi Mihály atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm plébános úr!
Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Mióta rendezik meg a családi napot? Az idén lesz a második alkalom. Tavaly a család éve kapcsán indultottuk el ezt a családi egyházközségi napot. Azt gondoltuk, hogy szeretnénk a családokat közelebb hozni egymáshoz, és ezért indítottuk el. Így az idei a második egyházközségi nap, aminek a rövidítése hegy nap, egy Hévízgyörki egyházközségi nap. Kik fogtak össze, hogy létrejöhessen a hegynap? Az egyházközség tagjai, aktív tagjai fogtak össze, elsősorban az egyháztanács tagjai, de a felnőtt hittanosok is belekapcsolódtak, és egyre többen, ahogy szervezgettük tavaly a dolgokat, egyre többen kapcsolódtak hozzá, és idén is már egészen szép számmal vannak, akik szervezkednek, akik készítik elő ezt a hegynapot. Milyen értéket, milyen értékeket szeretne képviselni ez a nap Hévízgyörkön? Azt szeretnénk, hogy a katolikus hívek egy kicsit összetartóbbak legyenek, jobban megismerjék egymást, együtt is közösen próbálják az életüket szervezni, irányítani, hogy segítségére lehessenek egymásnak. Különösképpen a családokat szeretnénk egyre közelebb hozni egymáshoz, a családtagokat erősíteni abban, hogy otthon a családban, de az egyházközség nagy családjában is működjenek közre, együtt, és így egy közös nagy csapatot alkotva élhessük életünket. Milyen programokkal várják majd a résztvevőket? A programok elég szerteágazóak. Délelőtt lesz főleg a gyermekek számára sportnap, akadályverseny is, a felnőttek számára filmvetítés lesz. Délután családi akadályversenyt próbálunk összeállítani, amellett a gyermekeink, fiataljaink egy színjátékot is el fognak játszani, hogy ezzel is egy kicsit fölrázzák, meg örvendeztessék a híveket, és az együttlétnek a befejezéseként pedig tábortűzzel fogjuk lezárni a napot, amely tavaly is eléggé szép és hangulatos volt, és nagy örömére volt azoknak, akik részt vettek rajta. Milyen színdarabot fognak majd előadni a gyerekek? Oscar Wilde a Boldog Herceg című kis novellájából, meséjéből készült színdarab lesz ez, amiben a boldog herceg, aki nem más, mint egy szobor, látja a szenvedőknek a nehézségeit, bajait, és segíteni igyekszik rajtuk, és hát egy kis fecske van a segítségére ebben. Erről szól röviden a darab, és hát reméljük, hogy örömmel és megelégedéssel fogják látni és hallani majd ezt, akik meglátják. Mióta készülnek a gyerekek ezzel a színdarabbal? Hát nem olyan nagyon régen, de már 2-3 hetek próbálgatjuk, hogy minél jobb legyen, és még egy kis időnk van addig, hogy teljesen felkészültek legyenek. Reméljük, hogy a gyerekek is egyre jobban fellelkesednek a szerep játszására, és így szép lesz, megfelelő lesz a játék. Atya rendezi az előadást? Hát igyekszem én kitalálni, hogy az adott körülmények között ki hova álljon, mit és hogyan próbálja előadni, de hát ez közösen alakul, ahogy próbáljuk a teret bejátszani, hiszen a templomban lesz, és a templom az nem éppen a színházi előadásokra készült, de megpróbáljuk kihasználni a lehetőségeket. A hévízgyörki híveken kívül más híveket is várnak erre a napra? Hát most jelen pillanatban igazából nem, mert azt szeretnénk, hogy a katolikusok tartsanak össze. Egy későbbi alkalommal lehet, hogy majd másokat is meghívunk, amikor már úgy érezzük, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy mi már összetartunk, és másokat is be tudjunk fogadni. Most az hévízgyörki katolikus híveket várjuk elsősorban erre a napra. Mikor lesz a családi nap Hévízgyörkön? Május 12-én délelőtt 10 órától egészen késő estig, ameddig jól érezzük majd a tábortűznél magunkat. Különféle programok lesznek, persze kiállítás is lesz, azt az előbb még nem is mondtam, és hát imádság is lesz azért természetesen ebben a hegynapban. Miről fog szólni a kiállítás? Az idei kiállításon szeretnénk régi imádságokat, régi
szentképeket, illetve rózsafüzéreket kiállítani. Arra kértük az egyházközség tagjait, hogy akinek van birtokában ilyen imádság, szentkép, illetve rózsafüzér, azt hozza el, hogy ki tudjuk állítani, és mindenki láthassa ezt. Milyen korú rózsafüzérekre vagy szentképekre gondoltak a kiállításon? Hát nyilván az, annál jobb, minél régebbi, de hát azért elsősorban, ami még használatban van, mert hiszen csak azok találhatók fenn legnagyobb részében, tehát nincs meghatározva a kor, de hát nyilván nem azt, amit tegnap vettünk az üzletben, hanem a régit, amit még nagyanyáink, nagyapáink használtak és imádkoztak. Köszönöm szépen, Plébános úr, hogy tájékoztatott minket a következő Hévíz Györki családi napról, és reméljük, hogy a Jóisten segedelmével szép idejük lesz, és jól fogják együtt tölteni azt a napot a Hévíz Györki hívő családok. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Önök a Porta 46. adását látták. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Várjuk Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!